kampány indult azért, hogy mindenki oltassa be magát influenza ellen. Tavaly az ingyenesen adható 1.300.000 oltóanyag fele a patikákban maradt. A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke korábban azt mondta, hogy az eddigieknél durvább lefolyású megbetegedésekkel járó influenza járványra kell számítani az idén. A járvány idén sem marad el, a prognózis szerint januárban már megérkezik. Ezért is indít kampányt az Országos Közegészségügyi Intézet. A veszélyeztetettek közé tartoznak a várandós anyukák, a cukorbetegek és a 60 évnél idősebbek közül azok, akiknek valamilyen szív- és érrendszeri vagy légzőszervi betegségük van. Nem csak ők, hanem az egészségügyben és a közoktatásban dolgozók is ingyen kapják meg a védőoltást. Magyarországon az idősebbek közül is csak minden harmadik oltatja be magát. Tavaly a térítés nélkül adható 1,3 millió oltóanyag fele a patikákban maradt. Én úgy érzem, hogy nagyon nagy hibát követett el akkor a politika, amikor beleszólt a 2000-es években abba, hogy Magyarországon milyen minőségű oltóanyagot gyártanak, milyen technológiájú oltóanyagot gyártanak, és ez nagyon sok betegben kétségeket ébresztett, illetőleg bizonytalanságot okozott. A bizalmatlanság, ha nem is egyik napról a másikra, de azért múlik. Minden esetre az Országos Közegészségügyi Intézet, ahogy a főigazgató helyettes mondta, felkészült a járványra. Az ingyenes védőoltások mindenhol kint vannak, október közepén már kijutottak a helyszínekre. Idén is a korábbi mérsékelt érdeklődés ellenére 1,3 millió térítésmentes oltóanyagot rendelt az intézet. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a járvány. Jelenleg rendelkezésünkre állnak bizonyos járványügyi adatok. Elmondható, hogy a influenza-szerű megbetegedések aránya Magyarországon nem ért el a járványküszöböt, tehát influenza járvány nincsen. A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke ugyanakkor korábban azt mondta, a korábbiaknál elterjedtebb és durvább lefolyású megbetegedésekkel járó influenza járványra kell számítani az idén, mert a déli féltekén, Ausztráliában a korábbiaknál súlyosabb járvány volt.